Hétfő, Széchenyi Könyvtár, Szőcs Gézával. Pilinszki kéziratot forgatsz a kezedben. A keresztről és keresztünkről. Valaki azt mondta, Ádám az élet fájáról leszakítva annak gyümölcsét, a halált hoztanánk. Jézus, kilehelve lelkét a kereszt holt fáján, az örök életet szerezte vissza számunkra. Eddig ez idézetben volt. S valóban, amikor a keresztény élet középpontjába helyezzük a keresztet, a halál és a haláltusa e könyörtelen eszközét, igazában a teljes életet, a teljes élet reményét szemléljük benne. Megint idézet. Tér és idő keresztjén függünk, vallotta Simone Weil. Mivel azonban e kereszt valóságos keresztünk, Jézus keresztje óta tér és idő többé nem csak életünk, agóniánk és halálunk helye, de örök boldogságunk záloga is. Azóta a kereszt árnyékában és világosságában egész emberi létünk szinte minden betűje átértékelődött. Életünk és halálunk többé nem csak valamiféle bölcsőtől koporsóig vezető vízszintes vonal, sokkal inkább merőleges egyenes, pontosabban egyszerre mind a kettő, akár a kereszt drámai dimenzionális totalitása. E jelben a földi idő keresztezi egymást az örök léttel. Innét fokozhatatlan drámaisága, minden gyásza és földön túli fényessége. Sorsunk, történetünk minden ellentmondását, élet és halál paradoxonát a kereszt két ágának feszültségében szemlélhetjük a legméltóbban. Ez az a metszőpont, ahol szinte minden fogalmunk megütközik és megbékél. Ez az a holtfa, melynek ágai közt legfőbb reménységünk az örök élet ígérete fészkel. Elég széttárni karunkat, hogy lássuk és belássuk, keresztre születtünk. De hogy ez a kereszt édes, arról Jézus keresztje és egyedül az övé győzheti meg szívünket. Pilinszki János. Ezeket a gondolatokat többször, több formában megírta. Ezt nincs kertezve, úgyhogy nem tudom, hogy ezt a változatot mikor vetette papírra.